Sziasztok, Rikári vlog. Nem kell mindig kaviár, tartja a mondás, de én olyan rég ettem kaviárt, tulajdonképpen évtizedes távlatba, hogy valamelyik nap eszembe jutott, nem tudom, hogy honnan, és megkívántam, és úgy döntöttem, hogy fogyasztok egyet. Ez a nem kell mindig kaviár egyébként nem egy mondás, hanem egy regénynek, egy filmnek és egy filmsorozatnak a címe, valamikor a 60-as évekből, a második világháborúban játszódik, ilyen laza kis kémtörténet, szerelmi szállal, meg mindenféle izgalmas dolgokkal és természetesen kulináris tartalmakkal. Egy arról szól, hogy egy angol illetőt, a főszereplőt, a főhőst Németországba küldik a második világháború alatt a cége valamilyen okból, és ott mindenki kémnek nézi, aztán mindenféle kalandokon megy át. Egyébként ezt a filmsorozat részét a Magyar Televízió is vetítette a 80-as évek elején, talán 82-ben, én még nagyon kicsi voltam, és emlékszem, hogy néztük, de semmire nem emlékszem belőle. Így utána olvasás alapján egy másik híres mondás is, ami ilyen szállóigévé vált. Ha én azt a klubba egyszer elmesélem, ugye az angol polgár, a német háborús viszonttagságok között ilyen mondással fejezte be sokszor a gondolatait, illetve a film vége felé, vagy a sorozat epizódjainak vége felé. Ez többször elhangzott, és egyébként ilyen főzős részek is voltak a filmben. Valami olyasmit olvastam, hogy a magyar verzióban átszerkesztették, és a 13 részből 10-et csináltak, és beledolgozták, mert az utolsó három rész az ilyen főzőműsor tulajdonképpen, és ezt beledolgozták a filmekbe. Egészen érdekes, hogy nem csak simán szinkronizáltak egy ilyen sorozatot, hanem tulajdonképpen átszerkesztve tárták a nézők elé, viszonylag sok munkát beletéve. Hát most egyébként nekem felkeltette az érdeklődésemet, és lehet, hogy antikváriumból megszerzem a könyvet, aztán majd megnézem a sorozatot is, de hát ezt majd meglátjuk, hogy lesz-e rá idő és alkalom. Most viszont elkészítjük a kis finom kaviáros szendvicset. Egyébként annyit elmesélek, hogy hát nem sűrűn, de gyerekkorunkban anyukám néha vett kaviárt. Ugye akkoriban még a rendszerváltás előtt az orosz piacról, a KGST piacról, más most a KGST piacot nem úgy értem, hogy a lengyel piac meg ez, hanem a keleti blokkból lehetett ezt beszerezni. Egyébként mai napig is Oroszország a legnagyobb kaviár, nem is tudom, termelő vagy kitermelő, vagyis ezt hogy mondjam, mert ugye halásszák és úgy jutnak a kaviárhoz, a tokhal, meg többféle halból létezik kaviár. Hát vannak, nem, én nem ismerem a kaviár fajtákat, egy kicsit utána olvastam, nagyon sokféle létezik. Hát ma Magyarországon, hát nem tudom, hogy hányfélét lehet kapni, nyilván komolyabb utánajárással valószínű sokat, de így az üzletekben viszonylag ritkán látni. Hát tegnap az egyik belvárosi üzletben, CBA üzletben meg tudtam vásárolni. Azt tudom, hogy itt az A betűs áru, ez az Aldiban nincs. Ha CBA-t kimondtam, akkor az Aldit is kimondom. Ez viszont nem orosz piacról származik, és nem tokhal, hanem nyúlhal ikra. Egyébként azt hiszem 1599 forint volt ez a kis 50 grammos, ami nagyon drágának tűnik, de igazából ez több étkezésre elég, tehát hogyha összehasonlítjuk egy bármilyen szendvics árával, akkor már nagyjából ugyanott vagyunk, nem sokat költöttünk rá pluszban, és ugye ilyen kis üvegcsében árulják, nem tudom, hogy ti szoktátok-e enni. Mi annak idején gyerekkorunkban, amikor ritkán az asztalunkra került, akkor vajas kenyérrel ettük, tehát vajas kenyérre kentük rá. Egyébként itt már láthattátok az összetevőket, amivel én fogok hát nem dolgozni, hanem jól lakni. Teljes kiörlésű roskenyér, de lehet sima kenyérre, fehér kenyérrel is, csak én ezt a kenyeret szeretem. Vaj, tea vaj, tehát rendes vaj, nem margarin. A margarint én nem szeretem.
egy kis citrony, egy kis újhagyma, amit én a még tavaly vásárolt, ugye keveset főztem, ilyen kiszsákos hagymából kicsírázott, és akkor abból mentettem újhagymának ilyen hagymacsírákat, mert hogy sajnálom kidobni ezt a részét, még meg lehet enni, de hát vehettem is volna újhagymát, csak minek? Azért, hogy ezt az egyébként finom és ehető dolgot kidobjam. És akkor egy kis uborka. Egyébként utána néztem a recepteknek is. Most ez egy ilyen felkészült videó, annak ellenére relatíve spontán, mert így ma reggel jött, vagy tegnap este az ötlet, hogy ezt csináljam meg. Készültem, utána néztem az interneten, hogy hogy kell kaviáros szendvicset készíteni. Hát ugye amúgy egyszerű, megkenjük vajjal, és rákenjük a kis kaviárkát, de aztán megnéztem, hogy szokták még enni a kaviárt, ugye ilyen kis kétszer sültekkel is lehetne kajálgatni, de tehát kétszer sülttel is szokták, illetve pirítóssal, sokféle módon lehet enni. Hát ugye a kaviáros szendvicset az internetes portálokon leginkább ilyen alkalmakra és ilyesmire dúsan díszítve ajánlják, vagy abban a formában, mi egy kicsit ilyen itthoniasabb formában fogjuk fogyasztani, és ők a recepteknek a többsége az ilyen majonészt vagy tartály, hát és nem, vagy tartárt azzal összekevert vajat ajánl hozzá. Nyilván attól krémesebb lesz, de én egyiket sem szeretem, ezért én sima teavajjal fogom fogyasztani. És akkor hát kezdjük is el a szendvics elkészítését. Szép vékonyan kenem a vajat, hiszen ugye a teavaj, hogyha az ember hűtőben tárolja, már pedig az ilyen tejterméket illik és érdemes hűtőben tárolni, az ugye a teavaj ugye viszonylag keményebb, sokan ezért is szeretik a margarint, viszont tápanyagtartalma és egyebek szempontjából a vaj sokkal jobb. Egyébként tavaly nyáron készítettem ugye egy vajas szendvics kenés, vajas kenyérkenő tutoriált, még a kaposvári utam során, úgyhogy nézzétek meg azt a videót is. Ugye a tavalyi kaposvári utamon elég sok, és az utána való pécsi utamon elég sok videót készítettem ide a vlog csatornára. Na hát szép vékonyan megkenjük. Tehát nem is az a lényeg, hogy vékonyan legyen kenve, mert aztán lehet ezt jobban megkenni, csak hogy vékony szeleteket vágunk ugye a vajból, és úgy lehet jól kenni. Ugye ezek a minőségibb kenyerek, ezek nem morzsálódnak, már egy másnapos fehér kenyérre valószínű nem tudnám ilyen szépen rákenni, vagy előtte föl kéne a vajat, ugye, melegíteni. Közben elnézést kérek tőletek a fényviszonyokért, mert hogy azok nem a legjobbak még itt, még a csiptetős lámpáimat nem találtam meg, de most nem is lenne itt hova fölcsiptetni, úgyhogy majd azért a stúdió az be fog indulni, most egyelőre csak ilyen egyszerű módszerekkel készülnek a videók. Hát még kenjünk rá még egy kicsit. Egyébként nagyon hasznos a kaviár, teli van omega-3 zsírsavakkal, D-vitamin, meg más vitaminok, nyomelemek, ennek is utána néztem, de olyan hosszú a felsorolás, hogy nem tudtam megjegyezni. Azt tudom, hogy az omega-3, és annyit megjegyeztem, az omega-3 és a D-vitamin együtt, ugye ez egy zsírban oldódó vitamin, a D-vitamin, és az együtt nagyon szépen szívódik fel, és nagyon jól segíti az immunrendszert, akár betegségek megelőzésében is. És hát ugye főleg azt hiszem tengeri halakban vannak ezek, amiben ugye mi tengerekben nem bővelkedünk itt Magyarországon, és éppen ezért relatíve keveset fogyasztunk, illetve hát importból fogyasztunk, de ugye a magyar tengeri halfogyasztás az viszonylag alacsony, és amúgy is a halfogyasztás, pedig hát ugye édesvízi halakban bővelkedünk, de az sem annyira
elterjedt, egyébként nehéz is hazai halat így beszerezni. Ugye a piacon a nagy tartályból abból lehet, de hát most ki az, aki itthon fejbe veri a halat, és akkor megpucolja, meg mit tudom én. Azért az egy kicsit így az átlag polgár számára nem egy ilyen megszokott és könnyű művelet. Persze hát akinek mondjuk a horgászás az egyik hobbija, annak azok megszokták ezt jól tanulni. Azt hiszem, hogy ezt a fehér részét ezt levágom, ezt majd harapni fogom hozzá. És akkor ebből a zöldből egy kicsit így rávagdosunk a szendvicsre. Mondjuk, ha éles lenne a kés, akkor ez sokkal könnyebben működne. Ilyen kis karikákra, darabokra vágjuk. Úgyhogy nagyon hasznos a kaviár, ugye ez is jaj és fehérjében is gazdag, úgyhogy egy dolog miatt kell rá vigyázni, mert annak ellenére, hogy jót tesz a keringésnek, meg az ilyesminek is, azt mondják legalábbis róla, annak ellenére vigyázni kell azért vele, mert hogy ugye sóval tartósítják, és emiatt a sótartalma is magas, tehát azért olyan nagyon nagy mennyiségben nem nagyon érdemes fogyasztani, inkább csak ilyen kis ínyenségnek, így egy-egy reggelit belőle, vagy ilyesmit. Így szépen rászórjuk ezt a zöld hagymát ide. Na most a citromot karikára vágva és a szendvicset díszítve úgy ajánlják, de hát ugye azért azt el kell a citromról mondani, hogy a boltban vásárolt sima citrom, annak a héját ilyen gombaölőszerekkel kezelik, tehát ezt a citromhéjat, annak ellenére a citromhéj egy nagyon finom dolog, azt nem szabad megenni, úgyhogy ha citromkarikát vagy citromhéjat szeretnétek, akkor mindenképpen biocitromot vegyetek, lehet kapni egyébként több áruházláncban, meg hát az ökopiacokon is gondolom, de csak olyat vegyetek, amikor kicsavarod a citromot, és érzed, hogy ilyen viaszos valami lesz a kezeden, hát az ilyen viaszos üzébe, ilyen gombaölőszerrel kezelt dolog, nem túl kellemes, úgyhogy amikor ráfolyik a kezedre, és akkor azért, úgyhogy ne egyétek meg a citromhéját, mert az átlagos bóti citromhéja az nem egészséges, és akkor hát ezt is inkább harapni fogjuk hozzá, egy pár karika uborkát, ugye az ilyen hideg tálakon, ott mutatós szendvicseken rá rakják a szendvicsre, és így összerakják egyben, de hát itthoni körülmények között kényelmesebb inkább csak harabdálni hozzá, valahol a paradicsomot is ajánlják, meg sok minden, tehát nagyon sok mindenne lehető a kaviár, de én most vajas kenyérrel, némi zöld anyaggal fogom fogyasztani, és hát akkor bontjuk is föl. Ja, egyébként annyit még el akartam mondani, hogy azért összetevők 82% annak a nyúlhalnak az ikrája, ugye a kaviár, ezt nem mondtam el, hogy ugye hal ikra, víz, só, és akkor jönnek itt a csúnya dolgok, színezék, stabilizátor, savanyúságot szabályozó, és ez még tartósítószert is tartalmaz, és fűszereket. Úgyhogy azért az átlagos fogyasztásra szánt, tehát az átlag ember fogyasztására szánt kaviár azért nem az a extra magas minőség, de hát ezt tudjuk megfizetni, meg egyébként az átlag boltban ez elérhető, nyilván különleges üzletben biztos, hogy lehetne kapni valami komolyabb történetet. És akkor nézzétek meg, ilyen szép kis ikrák vannak, hogy mutassam, hogy lássátok, és ezt fogjuk szépen a szendvicsre így kis kanállal rárakosgatni és kajálgatni. Hát én most úgy, de lehet, hogy így rárakok ilyen kis izéket, ilyen kis, hogy hívják okat. És akkor úgy fogom megeszegetni, el is lehet rajta kenegetni, így egy kicsit. De most ez így nekem ilyen kis
kis falatkákat rakunk rá, nem kell sok. Ez egyébként intenzív az íze, legalábbis a régi emlékeimből, mondom, évtizedes távlatban nem ettem már, és már így az utóbbi időben kívántam, és így most a napokban találtam a boltban ikrás szendvics, gyelekug. Az az a címe a videónak, hogy nem kell mindig kaviár, de néha azért jól esik, vagy valami ilyesmi. Vikári luxus kajája. Egyébként annyira nem luxus, mert hát most mennyit, a negyedét se tettem rá. És hát ha most azt mondod, hogy egy szelet szalámi, a kiszámolod valami jobb minőségű, akkor az sem, az egy-két szelet szalámi, az sem olcsóbb, ha egy szendvicset csinálsz. Úgyhogy hát persze lehet ilyen olcsó parizerekből, meg ilyenekből, de azokból meg több kell rá, mert ugye kevésbé tápanyagdús, és kevésbé tartalmas. Hát körülbelül így néz ki, most le is esett egy darab, köszönöm szépen, hát ugye nem így kellene ezt megmutatni, hanem a telefont kellene. Kicsit most elbénáztam. Ilyen hal íze van egy kicsit, és akkor nézzétek meg, így néz ki az ikrás szendvics. Így. Már csináltam indexképet, de lehet, hogy ez lesz az indexkép. Na hát, és akkor, ahogy más főzőműsorokban is szokták, bár ugye ezt itt nem főztük, hanem csak esszük, elkészítettük, ugye nem főztük, hiszen ezt nem kell főzni, azt csak elkészítettük. Már akkor ilyen konyha műsorokban most meg is kóstoljuk. Nagyon finom. Elég intenzív az íze, de ha ugye ilyen nagyon sok mindent teszünk hozzá, és ilyen viszonylag vékonyan van rátéve, akkor nem annyira dominál, eléggé sós, érezni is rajta, de amúgy nagyon finom. Nekem az ízlik, úgyhogy én ezt a kis kaviáros szendvicskét ittem elfogyasztom, úgyhogy jó étvágyat kívánok magamnak, nektek pedig köszönöm szépen, nem bírom abba hagyni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, bunkó módon teli szájjal köszönök el, de hát nem tudok betelni a finom kaviáros szendvics ízével. Na, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Tűz, Rikári konyháját láttátok!